tisztelt emlékülés. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Meg, hogy mondjam, szívemén szurkoltam Hargit, hogy professzor úrnak, hogy legalább még 10 percet beszéljen, és akkor nekem nem is kell, hát ez a kívánságom nem teljesült. Fázmány Péter a politikus, ez egy nagyon nagy átfogó téma, nagyon nagy történeti téma. Fraknói Vilmos Fázmány Péter máig örökzöld monográfusa, pályakezdőként egyébként Lonovics József egri érseknek a tanácsára. 8 évig kutatott Pázmányra, még az alap monográfiáját megírta. Egész életművet kíván a történeti pázmánykutatás. Én ebbe tényleg csupán egy speciális forrás bázis alapján, Vatikánban őrzött források alapján kapcsolódok be, és a poézis és a próza mellé egy picit így ellenpontozni a mai délután. Konferencia címe is ugye a író és teológiai munkásságáról szól, így a politikum felől próbálok közelíteni. Több témát is lehetne elővenni, több témával is készültem. Itt most e falak között végül egy rész és egy érdekesebb témát, amit 2 évvel ezelőtti Pázmány megemlékezésen ugye nem is tudtam érinteni, fogok röviden, negyed órában összefoglalni, ez pedig nem más, mint Pázmánynak a bíborosi kinevezése és az ebből fakadó konfliktusa a pápasággal és a római kúriával. Mindnyájan tudjuk, hogy az e falak közé költöző emigrációval, de mégis hogy az esztergomi főegyházmegye területén életpályáját befejező Mindszenty bíborosnak utolsó éveiben milyen konfliktusa támadt 6. Pállal. Kérem szépen, nem az első az esztergomi esekek korában, nyugodtan mondhatjuk, bocsássuk előre ennek a korreferátumnak a tézisét, hogy Pázmány Péternek sokkal súlyosabb konfliktusa támadta a pápasággal, és ez a pázmányi konfliktusnak a következményei is nem csak a magyar szentszéki egyházi kapcsolatokban, hanem az érdemes egyháztörténet alakulásában is szerepet játszottak. Vegyük föl a fonalat 1616-ban, ugye többször szóltam már rá, és meg is írtam, hogy mindaz az írói nagyság, ami Pázmányt jellemzés, és a mostani irodalom történeti kutatásoknak is láthattuk, hogy milyen pezsgését hozza, igazából nem játszik szerepet Pázmány történelmi helyzetbe kerülésében, nem játszik szerepet abban, hogy esztergomi érsek lesz, abban kizárólag az ő politikai vénája és pályafutása, ami egy teljesen más erőtérben zajlik, mint az itt ismeretet és nagyon élvezetesen bemutatott írói munkássága. Ugyanez áll bíborosi kinevezésére, ami jóval későbbi, mint az esztergomi érseki kinevezés, hogy 1616-ban lesz esztergomi érsek, de bíboros csak 1629-ben. Ugye mi már kicsit megszoktuk azt, hogy esztergomi érsek és szinte azonnal vagy pár évvel ugye később bíboros is lesz. Na majd ez Ferenc pápa pontifikátus alatt nagyon szépen meg fog változni, már látjuk, hogy se a Verencei pátriárka, se a torinói érsek, stb. Még a bolognai érseknek is majdnem 10 évet kellett várni a bíborra. Most így van a 17. században, sőt még komplikáltabb a helyzet, mert hogy aki nem a pápa alatt valója és nem is itáliai, az csak úgy lehet bíboros, hogyha az ő uralkodója, eleve a katolikus monarchiákon belül lehet erről szó, nominálja, megnevezi a pápának, tehát nem is csak egy egyszerű ajánlásról van szó. Ez Pázmány esetében 1626-ban fordul elő először, nem nehéz az összefüggést megtalálni, egy hatalmas a Habsburg dinasztia szempontjából és magyarországi berendezkedése szempontjából fontos esemény, az 1625-ös Soproni országgyűlés és királyválasztás, 3. Ferdinánd megválasztása, dinasztia pozícióinak stabilizálódása, illetve a Pázmány ebben játszott szerepe között. Egy lista van, ugye? Tehát nagyon bonyolult a helyzet, hiszen Pázmány egyúttal a császárnak is az alattvalója, a császár személye szerint ajánlhat bíborosokat a pápának, nem címei szerint. Tehát ő, mint császár, ajánlja is, mint magyar király is. Egy listán birodalmi előkelőségek mögött Pázmány a 6. vagy 7. Tehát kicsit mondhatjuk, hogy futottak még kategória.
ahogy az érseki kinevezés és a 30 éves háború erőterében magyarázható, ugyanígy a bíborosi is 1628-29-ben egy mellékfront nyílik a nagy nyugati, talán az első világháború előtt legnagyobb pusztítást okozó háborúskodás közepette, kitör a mantovai örökösödési háború, kihal a Gonzágáknak a fő ága, és franciák és a Habsburgok ugye megütköznek ezen a fronton. Ez a pápaságnak, mint államnak, amik egy nagy állam, majdnem Nápolytól húzódik egészen a Póig, veszélyezteti a geopolitikai érdekeit. A pápai diplomácia mindent elkövet annak érdekében, hogy a Habsburgokat eltántorítsa a beavatkozástól. Ugye 100 évvel vagyunk a Sacco-di Róma után, a német zsoldosok jelennek meg Itália földjén, akkor azok már lemasírozhatnak könnyen Rómáig, és ennek az emléke még kísér. Külön rendkívüli nunciust küld 8. Orbán, a barberini pápa Bécsbe, Giovanni Battista Pallottót, ahol Pallotto a rendes nunciussal, Carlo Caraffával, a Relazione di Germania munkájáról őt talán jobban ismerhetjük, egy külön békepártot szervez. A titkos tanács tagjai között lobbizzanak, nem egy amerikai jelenség ez, hogy a politikai érdek érvényesítésre, és ennek a békepártnak a tagja a császári gyóntató, ezeknek külön szerepe van a korszakban, Wilhelm Lauermann, és a nuncius jelentésekből kitapintható a Pázmány Péter, ugye, aki az egyik legjelentősebb Habsburg, hát mondjuk így, hogy nem örökös tartomány, ugye sosem ez, de koronaországnak a vezető közjogi méltósága, esztergomi érsekként, pápai diplomáciai levelezésből ugye ki lehet következtetni, hogy a császári ajánlási listának a végéről Pázmányt azért választja a pápa, és nevezi ki a császári ajánlása bíborossá, hogy az így megnövekedett diplomáciai, reprezentációs és politikai súllyal erősítse a bécsi békepártak a súlyát, magát Pallottó bíborost is. Pallottó nunciust is bíborra emeli. Ekkor nyilván más súllyal, ugye pápa választott és egyház fejedelemként fogják képviselni ugye a pápaság érdekeit Bécsben, mint csak csupán a császár alatt valóiként. Ugye nem véletlen, ugye most is, csak jelen párhuzamot hozom, hogy Ferenc pápa ugye bíborosokat küldött most akár Magyarországra, akár Ukrajnába, ez mindig a szentszék figyelmének és kicsit befolyásának a kifejeződése. Nem sikerül a mantovai beavatkozást elhárítani, de minden esetre úgy számít a barberini, mondjuk azt, hogy rezsim Rómában, hogy Pázmány bíborával erősíti a bécsi császári udvarban, Európa spanyol és francia mellett fő hatalmi központjában a befolyását, meg is írja pápai diplomáciát, ugye, akkor én államtitkár, az egy beosztottabb tisztviselő, irányító pápai dinasztia, Francesco Barberini bíboros kifejezetten Pázmánynak, hogy ezt várja tőle szentszéki vezetés, és Pázmány így is mond köszönetet bíborosi kinevezéséért, akkor szokása szerint, hogy ő a Barberini háznak a kreatúrája, és mindenben az őt pozícióba emelő pápai dinasztia elvárásai szerint fog eljárni. Tehát ezért lesz Pázmány bíboros. Nem a jó frappás kifejezései miatt, nem az expresszív stílusa miatt, nem ugye most rekonstruált költ, erről Rómában nem nagyon tudnak. Nyilván értékelik a felekezet szervező tevékenységét, de a politikum megelőzi ezt. Kérem szépen, ugorjunk egyet, még talán van 5-6 percünk. 1632, egy teljesen más történelmi szituáció következik be. 1628-29-ben nem csak Mantovában ugye állnak nyerésre a Habsburgok, hanem egész birodalomban úgy néz ki, hogy a 30 éves háború csak 10 éves háború lesz. Császár kiadja 29-ben a restitúciós ediktumot, gyakorlatilag a mindent vissza, ugye protestánsoktól mindent vissza ediktumát.
franciáknak ez, hogy ez nem nagyon jó, hogy ott lesz egy erős császár, egy egységesülő Németország, francia külpolitikának a vezetője, jól ismert Richelieu, szintén bíboros, nem véletlenül harcba állítja a svédeket, protestáns svédek vallási és politikai érvek mentén II. Gusztáv Adolf masírozik egészen már Dél-Németországig, és hirtelen ugye a Habsburg és katolikus ügy végveszélybe kerül. Követek sorát küldi II. Ferdinánd Rómába, utolsóként és mindegy aduászként Pázmány Péter bíboros is ugyankor, azért nem egy fiatal ember kor viszonyai szerint, 62 évesen végigutazik, hogy politikai szövetségeseket szerezzen egész Itálián, megérkezik Rómába. Ő, aki azért lett bíboros, hogy a Barberini ház érdekeit képviselje, és a pápaság érdekeit, politikai érdekeit Pécsben, a császárudvarban, megérkezik bíborosként az örök városba, mint a végbeszélybe jutott Habsburg érdekeknek, ugye az exponense. Miért vállalja ezt föl Pázmány? Nyilvánvaló volt előtte a konfliktus bíborosi lojalitása és alattvalói lojalitása között, mert ha a Habsburgok összeomlanak a birodalomban, akkor mi fog vele összeomlani? Nem csak a katolikus ügy, amit ugye éles tollal képvisel és egyházi vezetőként épít is, hanem vele együtt az ország is, mert az ország védelmi rendszere mögül kimennek a Habsburg örökös tartományok, nem lesz a birodalomban, ugye, főleg nagy és nagy protestáns császárral olyan tényező, ami Magyarországot megmenteli mondjuk a balkanizálódásból, még ha maga Pázmány nem is így fogalmazza meg. Nem fogok elveszni a részletekbe, ez az alaphelyzet elképesztő konfliktust eredményez Pázmány, a vele szövetségben fellépő spanyol bíboros Gaspare Borgia és a pápai dinasztia, az egyébként teljesen frankofil, 8. Orbán és a Barberini között. 8. Orbán korában Párizsban volt nuncius, és egyébként is úgy gondolja, hogy neki, mint az egyházi állam vezetőjeként, spanyol Habsburgok, osztrák Habsburgok itáliai befolyását egy francia szövetség is, egy felemelkedő Franciaország biztosítaná, és egy szabadabb mozgásteret, amivel egyébként az ő lelkipásztori funkciói is ugye tökéletesebben megképviselhetőek, megvalósíthatóak, tehát ez egy nagyon dilemmás és nagyon antagonisztikus helyzet, ugye a temporális pápai érdekek és a lelkipásztori pápai érdekeknek ez a sokoldalú interferenciája. Ez Pázmány viszonylatában azonban egy a francia politikának a kritikátlan kiszolgálásával volt egyenlő, és egy hatalmas konfliktussal már ott Rómában Pázmány kénytelen tiltakozó iratokat megfogalmaz, ezek egyébként Európa összes kézirattárában megtalálhatóak, mindenféle ürügyet felhasználnak, ugye olasz barokk diplomácia világában vagyunk, a római kúriában, hogy Pázmányt diszkreditálják, akár a helyi diplomáciai képviselők, akár a helyi közvélemény, akár pedig a bécsi udvar személyben. Ennek ellenére Pázmány nem túl diplomatikus, meglehetősen kolerikus föllépése eredménnyel jár, és ha nem is tudja bevonni a pápát egy protestáns ellenes ligába, viszonylag jelentős 250 ezer gulden pénzsegélyt tud kicsikarni a pápától a császár számára, hogy a svédek ellen felhasználja, attól a pápától, amely viszont ugye államfőként a francia érdekeket követ, a franciák pedig ugye abban érdekeltek, hogy a birodalom területén a Habsburgok ne legyenek annyira erősek, hiába ők képviselik a katolikus ügyet. Rendkívül bonyolult a helyzet. Pázmány minden esetre a bánásmód miatt sértődötten távozik Rómából, csak Bécsben tudja meg, hogy mégis sikerrel jár, mert mégis küldött a pápa egy rendkívül nuncius útján, Grimaldi útján Bécsben. Már más úton megy, mint Pázmány jelentősebb segélyt. És ugye itt van a nagy csattanó és a konfliktusnak tulajdonképpen a betetőzése, hogy Bécsben és Madridban úgy látják, hogy hát jó, hát kicsit viharos volt a római követjárás. Tehát eredményt ért el. Egy spanyol király és egy császári követ sem ér eredményt. Nos hát akkor, ha Pázmány eredményes volt, akkor küldjük vissza. Már ne csak alkalmi követként, hanem vagy bíboros protektorként, ugye a kúriában, mint
mondjuk a birodalomnak a protektor, ez egy külön tisztség volt, tevékenykedjen, vagy esetleg állandó császári követként pont meghal Paolo Savelli herceg, a Habsburgok római követe. Kérem szépen, a pápai államtitkárság titkos iratai között megtalálhatóak utasításoknak, Bécsbe küldött utasításoknak a sora, hogy eszébe ne jusson a bécsi udvarnak Pázmányt visszaküldeni, amennyiben így tesz, annak a jelvényt tekintik, hogy nem óhajtanak jó viszonyt kialakítani a pápaságban, és ha ennek ellenére elküldenék Pázmányt, akkor nem fogják beengedni az egyházi állam határainál. Az Anconánál partra száll, nem fogják beengedni, hanem bíborosni, visszautasítják. Kérem szépen, rengeteg, akár publicisztikai vetülete is lehetne még ennek a történetnek. Időnk lejárt és kezdődik a szendés, amit a Pázmányban ugye különösen is illik, ugye egy volt szemináriumban pontosan tartani. Csak egy következményt emelnék ki. Olyan súlyos ez a konfliktus, hogy Pázmány után, ugye tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Kolon is nem volt magyar ember, Kereszté Ágost sem. 150 évig Batthyány, nem, egészen 100 évig Csák Imre és az esztergom mérsekeket tekintve, ugye Batthyány Józsefig nincsen bíboros az esztergom mérsekek között. Olyan nagy politikai vagy egyetemes egyházpolitikai következményei vannak ennek a konfliktusnak, hogy az olasz, a nem olasz bíborosoknak az aránya végig a 17. században minden korábbinál alacsonyabbra csökkent, 18. században kezd ez változni, és ugye, hogyha nincs olasz a bíborosi kollégiumban, akkor nagy valószínűséggel fognak ugye inkább csak olasz választani pápává. Tehát az, hogy egészen második János Pálig ugye nincsen nem olasz pápa, az igazából nem a 16. század, ugye a 6. Hadorján az utolsó, nem a 16. században rögzül, hanem a 17. században, mert hogy nem olasz bíboros is nagyon kevés van, ebben pedig, hogy itt a Dióhéjban korreferátum formában vázolt, mondjuk az, hogy Pázmány római afférnak igen jelentős szerepe van. Köszönöm szépen figyelmüket!